felborult a papírforma. Igen, és pont azért a mai nap is, talán a mélypálya miatt lehet ilyen, nyilván okosabbak leszünk egy-két húttam után, mennyire borul a papír, benne van a pakliban. Másodperceken belül indul a vasárnapi program, a tavaszi lóverseny és food truck show-n. Egy esős délután előtt állunk, de bízunk benne, hogy különösebb hatása nem lesz a versenyekre. 10 futam, kiemelt versenyek, rengeteg jackpot, 2 futam kivételeve mindenhol. 4/4-kor pedig, vagy kincsen plusz 150 millió forint. Ez pedig a Szegléd-Berceli gátverseny, komótos fogott tempóban jön a mezőny. A gáton újonc Babilónia az egyik nagy favorit, és a sokkal rutinosabb szürke Radio Gaga a másik nagy kedvenc. Ha nézzük az első ugrás, Royáron vezetésével érkezett a mezőny, hatalmasakat ugrik Royáron, ezzel most sem volt probléma, és szerencsére az első ugráson sikerre túl van mindenki. Royáron mögött jön a két favorit, jobbján ott van a Radio Gaga, 2-3 osza mögöttük pedig Babilónia, majd Voodoo Master, illetve bizottság következik a háttérben, Freddie Mercury, és a télen Olaszországot is megjárt a Rikát egyelőre a sor végén, de egyáltalán nem kiszakadva. Royáron diktálja a tempót, és a harmadik ugráshoz ér. Egy kör van még hátra a versenyből, tömörödik mögött a csapat. Freddie Mercury gyorsít, ott van Radio Gaga, ott van Voodoo Master, és ott van Babilónia. Nézzük a harmadik ugrás, ez sem okoz úgy tűnik senkinek problémát. Riká továbbra is a sor végén. Rikát egy kicsit lemaradni látszik mitagadás, és ugyanez igaz egyébként bizottságra is, a többiek viszont a jobban kipróbált ugrók azok fokozni tudják a tempót, nagyjából teljesen egy kupacban a mezőny, Radio Gaga tűnik az élen, Freddie Mercury, minthogyha egy picit előrébb lenne, de hát Babilónia is nagyon-nagyon jó pozícióban, ez jelen pillanatban az első három, aztán Voodoo Master, majd pedig Royal Ron, az, aki az élcsoportot zárja, és minthogyha Royal Ron is most már elkezdene elbúcsúzni a többiektől, vagy inkább a többiek intenek nekik párt. Minden esetre Radio Gaga vezet Freddie Mercury társaságába, most Radio Gaga állt az ére a harmadik pozícióban, folyamatosan a Babilóniát láthatjuk, illetőleg Voodoo Master az, aki még itt a fejben, a tedben halad jelen pillanatban. Radio Gaga egy picikét, mint hogyha meggondolta volna magát, és gyorsabb tempóra váltott, ezt leköveti Babilónia is, Freddie Mercury, mint hogyha nem tartaná velük a lépést, aztán pedig ott van Voodoo Master, még ő van úgy, hogy lőtávolon belül kvázi. Az ugrások szerencsére eddig az egész mezőnynek sikerültek, és beérkeztek a kanyarba. Így van, és Radio Gaga egyelőre fölényben van Babilóniával szemben, Voodoo Master pedig jön fel a harmadik helyre. Hát a három favorit úgy tűnik, hogy kezd elköszönni, Freddie Mercuryt erősen kell lovagolni, ő azért még látótávolságon belül. Radio Gaga előnye nagyjából 3-4 hosszra tehető Babilóniával szemben, Voodoo Master, Freddie Mercury pedig a harmadik, negyedik, természetesen egyre jobban kezd megnyúlni az élmezőn. Radio Gaga roppant meggyőző, a rutinos szürke a 8 éves Harriet Földes Bencével egyelőre ellenállhatatlannak tűnik, és már csak 2 ugrása van hátra mögötte Babilónia. A háttérben bizottság indul el óriási lendülettel, ő lett a kellemes meglepetés, a futamnak megközelíti Voodoo Master, és szép lassan, mint hogyha Babilóniára is kezdenének rászaladni. Radio Gaga egyelőre csak sétál az élen, viszont bizottság óriásit futva, ott van most már talán a második helyen. Egy ugrás van hátra az utolsó 200-on belül, nézzük, Radio Gaga megoldja az utolsót, és innentől kezdve ő nehéz lesz utolérni, bár bizottság óriási versenyt futva, lépésről lépésre közelít, és azért Radio Gagának figyelnie kell, de Radio Gaga nagyon erős, és végigvezetve Radio Gaga nyeri a Cegléd-Berceli gátversenyt. Radio Gaga bizottság a célben nagyon szoros második. Babilónia a harmadik lesz végül, negyedik Voodoo Master, aztán az ötödik helyre jön, talán majd kívülről Royal Ron, Freddie Mercury és Rikát előtt. Egyes, hatos, hármas, tehát a befutási sorrend, és már nem tudni, hogy a pályának köszönhetően, vagy egyszerűen az erőviszonyokat figyelembe véve kisebb meglepetés született azzal, hogy Babilónia csak harmadik tudott lenni. Szerintem Radio Gaga győzelme az semmiképpen nem meglepetés, az üdes színfolt.